Szeretettel köszöntök mindenkit a Csisztus Podcastban. Sosem idegenkedtünk attól, hogy érdekes helyszínekre utazzunk a vendégek kedvéért. Most éppen Nagyvázsonyban járok, és nem fogjátok elhinni, de Kucsera Gábor miatt jöttem ide. Én úgy tekintek rá, hogy ő a gyerekeim anyukája, és pont, és bármi történt, bármi így volt, én azt nem fogom a kifele kiteregetni. Vele kapcsolatban gyakorta leginkább használt jelzők egyike ugye a botrányhős, a nőcsábász. Nem, ez egy hülyeség, rám rakták ezt a bélyeget. Miközben azért egy három gyerekes apáról beszélünk, egy egykori kitűnő sportolóról, egy olyan valakiről, aki kütyűmentes gyerektábort vezet, aki imádja a természetet, és az is lehet, hogy csak valami fajta elismerésre vágyik. Nem tudom, hogy így van-e, de épp itt az ideje, hogy kiderítsük. Tartsatok velem! Na itt vagyunk, akkor az Igásló látogatóközpontban végre érkezett a pillanat, hogy itt tudtunk egy rendezvút megszervezni. Igen. Köszönöm a kitűnő díszletelemet. Hát, bolygó fogadott, igen. Szerbusz, bolygó. Ő a gyerekek kedvence egyébként. Nagyon örülök, hogy még nem mentél le, hát tudom, hogy általában az idegeneket, legalábbis én még az vagyok, neked nem nagyon kedveled, de jó fej vagy. Szóval bírja a gyerekeket, meg a vizet is? Bírja a gyerekeket, ő az én lányom Milának a kedvence, szóval, hogy ő egész nyáron, a Milla, ha itt van velem, akkor ő rajta szokott üldögélni végig. És van rajta ilyen kis nyereg? Vagy? Van rajta nyereg, igen, aha. Igen, és régi nagy flaskák vannak rajta, ő a vizes fiú, úgymond, és amikor a gyerekek kint dolgoznak, itt a mezőn szoktunk a szénabálákat betakarítani. A gyerekek dolgoznak a mezőn? Igen. Yes. Dolgoznak. És akkor ő szokta vinni a vizet egyébként, és minden nagy szeretetével végig ilyenkor rajta nyargalászik, úgyhogy szerintem most örül neki, hogy most is szabadon lehet, és nincsenek itt a gyerekek. Ezen a szakaszában még neki most szünet van. Neki nyugalom van. Neki most van a nyári szünet. Neki most van a nyári szünet, igen. Nyáron szét van nyúzva mindenki. Egyébként nagyon szeretik a gyerekeket, de itt az összes állatokat, mint látod. Imádom a kacsahápogást a háttérben, látom kakasok, tyukok. Igás lovak, hiszen itt vagyunk az igás lovak. Igen, ez az én kis szellem gyümölcse ez a hely egyébként. Szóval ez itt nekem ilyen, ez a nyugalom szigete. Szeretném bemutatni a házigazdánkat, Fábri Szabolcsot. Üdvözlöm, jó napot kívánok. A helyi polgármester úr. Hátul a kakasok összevekedtek, és azt, mi is azt filmezzük. Ja, értem egy kicsiket. Van egy kis show. Aj, de jó, hát igen, érzik szerintem, hogy itt van valami történés, és meg akarják mutatni magukat. Ugye a hívószó, amennyire én olvastam, a kütyűmentes övezet, tehát hogy itt legalábbis gyerekek szempontjából itt valóban el lehet távolodni. Az ember egy kicsit tényleg érzi azt, hogy a természet még azért nincs annyira messze, mint ahogy a városi emberi életben gyakorlatilag szinte már a homályba vész az, hogy most azért erre van egy sztorim, amikor a nyaralás előtt egy nappal szénát raktam a fiaimmal, és a turista megkérdezte, hogy ugye nem szózunk, és a gyerekek a lovaskocsi bakjáról vették elő a konzolt. Tehát azért itt kint is itt jön a 4G, és bármilyen információ, vagy bármilyen internetes felülethez hozzájutunk, akár kint itt a külterületen is, de az a helyzet, nekem az a tapasztalatom, hogy az a gyerek is, amelyiknek hozzám van ragadva, gyakorlatilag már jegyben ült a szervezete a telefonnal, az a gyerek is, és felnőtt is egyébként körülbelül az első nap második felében elfelejti a telefont egész hétre. Este már lerázza a szülőt, tehát a második este már lerázza a szülőt, hogy jó anya, megyek, mert ezt kell csinálni, és dobja el a telefon, és nem hiányzik neki. Mint multifunkcionális polgármester, szabad kérnem, azt ígérte, hogy elvisz minket egy körre. Ja, menjünk. Jelentsen ez akármit. Akármit is jelentsen. Mindjárt megtudjuk, hogy mi az a kör. Igen. Kucsere és én elmegyünk egy körre. Na jó. Hívják ezt a két csoda igavonót itt elől? Magyar hidegvérű lovak, és Csabi és Pali a nevük, ezt a nevet nem én adtam nekik, csikókorúba kerültek ide. Csabi és Pali. Igen, embernek nem nagyon adunk, vagy lónak nem adunk, de embernek. Na hát, nagyon érdesek, reméljük, hogy nagyszerű útunk lesz. Jó útunk lesz. Ismered már itt az összes állatot? Már az összeset, igen. Neked ez honnan jön? Hát ez ennyi nem volt egy falusi gyerek. Én gyerekkoromban, ilyen 5-6-7 évesen, én kengyelet szónok mellett
töltöttem a nyaraimat, oda édesanyám még levittek, a nagymamámmal lementünk, a nagymamám testvérek, ők Kengyelen éltek, és ez az igazi retro falu volt. Oda. Dunába aludtál, lámpával, gyertyával világítottál éjszaka, a pottyantos vicébe kellett kimenni éjszaka, szóval nem össze volt az, hogy te somat kerülünk. Nem látok, olyan sötét van, hol van a petróleum lámpa, nem találtam. Mondom, be fog fisik, nem tudok ki. És ott kerestük, és tényleg kimentél a pottyantos vicére, mellett a disznó, a disznó nézett rád, és ezt így éjszaka, szóval hogy úristen. Úgyhogy mások otthon Pesten játszottak, addig én nekem a laposra kellett levinnom a disznókat sétálni, nem a kutyát, úgyhogy, de legszebb gyerekkorom volt egyébként, hogy annyira élveztem, és valami mindig az volt bennem, hogy mennyire több minden élmény ér egy vidéki gyereket, vagy fiatalon, hogy mennyi minden több élmény van, vagy tudnak csinálni, mint akár Pesten. Igen, ez érdekes dolog, mert ugye meg a vidékiek mindig a városba vágynak bizonyos szempontból, hogy ott mennyivel több a lehetőség. Igen, de aztán kb. Minden vidékitől azt hallom, hogy és most jó értelemben vidékizek, hogy amikor ott főn Pestre, egy-két nap után már visszavágyik. Vagy elég abból a nyüzsiből, és inkább sok, nem, és inkább mi? Sok, aha. És itt meg a nyugalom van. Mert hát tényleg itt az ember jön, tényleg itt minden nyugét, baját ledobja, és tényleg kikapcsolódik. Igen, mondjuk ugye az, hogy te egy vízközeli természethez közeli sportágban lettél világklassz is, ezért azt gondolnám, hogy elsősorban azt kerested. Tehát mondjuk itt azért nagyon nem szoktatok kajaktúrázni a srácokkal, nem? Nem, nekem valahogy abszolút így ez a kajak, meg ez a víz, ez abszolút így kimaradt, vagy így elmaradozik. És, elfolyt az életemben, mindenki azt mondta, hogy én majd valami vízitábort fogok csinálni a kajakán utánból. Ez tök logikus lenne. De igen, de hogy mégsem, nem tudom, engem valahogy ez így megtalált. Az vizet azt néztem, hogy van egy tó, van ott középen, és ugye a víz azért ott van, illetve csütörtökönként leszoktunk menni a Balatonpartján, de az Ánkára, a Szabastrandra, és akkor ott csütörtökön például az a program, amely szépen fel vannak építve a programok, hogy miket szoktunk csinálni, és ott csütörtökön például egész nap egy balatonozás van. Aha. Szóval akkor gyerekek, ott azért ott kicsit meg is víz közel vannak, de eszedbe se jut, gondolom beültetni őket bármilyen ilyen hajó formájú. Nem. Én azt gondolom, én valahogy úgy vagyok vele, hogy én a kajakot azt űzni meg csinálni tudtam, lehet, hogy oktatni nem biztos, hogy tudnám. Nincs a gyerekeknek gyerekkoruk. Nincs, elmúlt. Nincs az a klasszikus gyerekkor, ami nekünk volt. Nincsenek élmények, nincsenek programok, nincs mivel kapaszkodni egy rosszabb nap után. Nincs az a közösség, ami nincs sportolóként, még ugye teljes sportolóként, ami megvolt. És innen jött ez a kucsitanya, ez a kütyümentes tábor, hogy egy ilyen dolgot hozzak létre a gyerekeknek, hogy tudod, egy rossz nap után, egy rossz iskola nap után, vagy valami után tudjanak élményekbe, emlékekbe kapaszkodni. Klassz szakasz végéhez közeledünk. Arról fogunk beszélgetni, hogy ha mi rontjuk-e szülők, akkor te például szerinted rontottál-e bármit bárhol el az életedben? Esetleg szülőként akár csináltál a hibákat, vagy lehet, hogy mire szülő lettél, addigra már tanultál annyit, ami miatt egy kicsit bizonyos dolgokat jobban csinálsz, mint a saját életedben ketten. Jó? Majd ezzel folytatjuk. Nyolc láb helyett. Nyolc láb helyett most négy lábon. Igen. Szóval, ugye ott hagytuk abba, hogy az ember nyilván tanul sok mindenből, és pont azon gondolkodtam, most azért alaposan átrágtam megint magam a versenyzői pályafutásodon. Igen, volt még egyébként. Tehát az, hogy például nem lettél vízilabdázó, ne arra, hogy ezzel az alkattal. Figyelj, az egyébként én ezt a mai napig bánom, hogy nem lettem vízilabdázó, mert ugye vízilabdáztam is iskola szinten, meg jártam le, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, azt bánom. Ugye? Azt bánom nagyon, igen. Na tessék, most ez csak rátapította valamire, amire úgy gondoltam, hogy erre mindenképpen... Bánom. Minden képességed meg lett volna hozzá, tényleg... Meg, abszolút, egyébként én úszónak indultam, aha, mert hogy eszméletlen jól úszom. Uh-huh. Csak aztán annyiék nem tudták ezt megoldani, hogy nőremet óvodába, engem akkor indultak a KSI, tanádi, akkor oda vinni, és ez így, abban az időben ez így nagyon kivitelezhetetlen volt egy családnak még, hogy reggel egy 7:30-8-ra be kellett érni, azért nem az volt, hogy igen, és összelogisztikázni, kocsi nincs. Szóval, hogy azért igen, azért néha pont ezen vagyok eltűnődve, vagy a mai
fiatalok mennyit tudnak nyavajogni, vagy szülők, hogy úristen, és akkor mondom, hogy hát Jézusom, a mi szülőink hogy meglogisztikáztak ezt? Kocsi nélkül, busszal, hazamentek, tanultak velünk, foglalkoztak velünk, mostak, főztek, takarítottak, mindent megcsináltak. Mindent megoldottak meg. Hát mi magunk is viszonylag korán jártunk egyedül, hát emlékszem én is a világ végére sárga buszoztam, meg héveztem, és ez nem volt kérdés. És reggel Kőbányáról jártam a Margit szigetre 5 órakor. Úszni a szabadba, télen, de jó. Bocsánat, hogy kérek, ugye? Na, igen. Jó, tehát akkor van egyszer egy bűnvárás, ami nem bűn, hanem igen. csak várás, ugye, hogy nem igen. lett belőled vízilabdázó. Jó, de azért figyelj, most azért, ha megnézem, hogy a karriered induló eredményeit, azért nagyon hamar berobbant végül is Kucsera Gábor, mint kajakos. Igen. Sőt, volt neked junior egyéni világbajnoki címed, és K1-ben. Volt, 1000 méteren. 1000 királyszámban. Azt mondom, tehát hogy azért nem úgy tűnt, hogy mellé fogtunk. Nem, igen, szerencsére nem fogtunk mellé, és tényleg úgy, hogy elkezdtem a pályafutásomat, és következő évben már versenyt nyertem idősebbek között. Nem is volt korosztályom, olyan kicsi voltam, és már a felnőttebb, a 3 éve idősebbek között, a felnőttek nagy gyerekek között már tudtam nyerni. És aztán tényleg szerencsére jöttek az eredmények. És nyilván emellett irdatlan sok munka van, meg alázat. Ugye rólam van egy kép, hogy hát én nem edzettem, meg nem, mondom, persze megszülettem, és így... Mert mindent magától. Szóval ilyen... neked csak születni volt nehéz, igen, fiam. Igen, de esetben, így az ugye? Életemet így végigkíséri ez a sztereotípia, hogy ilyen annyira más képet festenek le rólam az emberek. Sőt, hogy... hát majd azt ki fogjuk beszélni, hogy egyáltalán az egész botrányhős karakter, ami így kialakult körülötted, hogy ez egyáltalán szerinted ez hol jelent meg, és miért duzzadt akkorára, hogy valóban egy Lufiván őt így körülötted, de majd ez egy másik fejezet, ezt még egy kicsit kanyarodjunk vissza a sporthoz, mert tényleg azt gondolom, hogy ne haragudj, junior világbajnoki címet nyerni K1 1000 méteren munkanélkül nem megy. Nem, abszolút. Szóval, a kajakkenu az a sportág, ahol dolgozni kell. Uh-huh. Szóval, hogy nem egy csapatsportág is, de nem egy olyan csapatsportág, hogyha nem megy, akkor lehoznak féltávon, állját csere, és akkor lemegyek, és cserélünk, vagy egy rosszabb napod van, és akkor én most nem megyek vízre, vagy nem megyek oda a meccs versenyre. Ugye nálunk eszméletlen sokat kellett dolgozni, persze és a tehetség tudtál, az jó. És te tudtál, ugye, sokat dolgozni? Én szerettem dolgozni, én imádtam. Én emlékszem, amikor gyerekként általános iskolába jártam, még szünet volt, akkor nem a parkba mentem focizni a többiekkel, hanem akkor is télen mentem leedzeni inkább a Margit szigetre, és akkor inkább vízre szálltam hamarabb, februárba vagy márciusba elvesztem a Fajos Dunába, mint akkor hogy meg én... tudjuk azt cáfolni, hogy Kucsera Gábor nem lusta, hanem inkább szorgalmas? Én szorgalmas voltam. Versenyző én szorgalmas volt? Voltam. Aha. Egyébként, én szerettem edzeni. Meg tudtam, hogy tehát ezt te is tudod, egy sportol azt tudja egyébként, hogy a verseny az edzésen dől el. Nagyon szóval, is. Szóval, hogy az azt ott, nem lehet megúszni, mindig azt mondom. Azt ott nyered meg a versenyt, és nem a versenyen nyered meg a versenyt, úgymond, hanem a felkészülésben és az edzésben. És ahhoz meg egyetlen tudatosnak kell lenni, alázatosnak kell lenni, és csinálni kell, mellózni kell. És aztán valahogy mégis inkább ugye, aztán a 2-es meg 4-es menő lett belőled. Igen. És volt egy korszak, azt is figyeltem, hogy egy Kökény Rolanddal volt egy egészen sikeres éra. Igen. 2005-ben úgy nyertetek világbajnoki címet, hogy azt a szakma is azt emlegette, hogy Hess Mihály egyik korábbi győzelméhez volt hasonlatos. Hát igen, sok engem is tudtátok, hogy megnyertétek utólag, mondták. 22-23 év telt el, hogy valaki ugye mi annyi időt telt el, hogy kajak 1002-esben párosban világbajnoki címet nyerjen valaki, hát azóta se, az Oliva vagyunk az utolsó, azóta senki nem nyert ilyen világbajnok sem, mert következőben ugye meg tudtam védeni a címet, csak akkor már az Olival. Igen, a Köksivel az egy nagyon olyan szerencsés egymásra találás volt, ami tényleg megint egy ilyen mélypontról jött, hogy akkor előzőben olimpia én itthon felejtöttem, és akkor már a Köksivel mentem páros, és hát úgy kikaptunk egy egységtől, akik hát mindegy, az aténi döntőben ilyen ifi időt kajakoztak, és utolsók lettek, nem tudom hány hajóval. Hihetetlen. Mi meg már akkor ott lettünk volna egyébként a egy háromba. Ez akkor hát, még az aténi, ugye? Amiről igen, az aténi, úgyhogy, ugye, amiről úgyhogy igen. És de hát következőben bizonyítottunk egy EB ezüstéremmel, meg egy világbajnoki aranyéremmel 22 év után, hogy igen. Ez nem csak tehetség, hanem ebben van szorgalom és munka. És én tényleg az volt, hogy sokáig nem tudtuk, hogy megnyertük. Szóval emlékszem, a Köksz így elfáj, bocs, ne haragudj, mondom, miért ne haragudj, megnyertük. Nem.
Nem nyertük meg, de szerintem meg. És akkor én is mondtam, hogy a németek is néztek fel. Most ez milyen lehet? Megnéztük a célfotót, és ott álltam, és mondom, gratuláltam a németeknek, hogy szívattuk a világbajnokok. Én meg mondja, hogy kucsi, no. Ti? Mondom, hát te nézzál meg, hogy ti. Ez azért milyen lehet? Egy világbajnoki cím így dől. Nem, mi nyertünk. Nem, hogy most igen, nem. És akkor jöttek, hogy mi. Mondom, úristen, de jó lett volna ezt a vizen átérni. Igen, azt egy kicsit nem nemesebb lett volna ott átérni ezt a pillanatot. De hogy az fantasztikus élmény volt. És hát utána jött a 2006, ami aztán tényleg Európa bajnoki aranyérem. 500 párosba ezüstérem, világbajnoki aranyérem, címvédés, 500-on bronzérem, akkor már kamerázol, ugye? Akkor már kamerázol, van. A Sári Nándinak volt az ötlete, akkor a kamerázol kucsora páros? Vagy hogy alakult ez? Ugye előző évben már 500 párost az Olival mentem. Viszont ugye a Roland is, meg a Zoli is ugye egy két más technikát evező. És ugye én szerintem ebben voltam nagyon jó, hogy én egyből tudtam mind a kettőhez idomulni. Viszont így nagyon nehéz volt, hogy 1000 páros is meg, 500 párost is, előfutam délelőtt 1000-en, délután 500-on, és állandóan gyorsan átkapcsolni az ők evezési stílusára, ez azért nehéz volt. Illetve a kökszivel nem tudtunk, 500-on lassúak voltunk mi. Uh-huh. És úgy éreztem, hogy Zolival 1000-en is jók lehetünk, és valóban ez az én döntésem is volt. De hát én ezt a kökszivel, én tényleg így leültem, megbeszéltem, én tudom, neki nem esett ez jól, és ott kicsit úgy meg is szakadt a kapcsolatunk, de úgy döntöttem vele, vagy úgy voltam vele, hogy nekem is egyszerűbb lett fel, azt gondoltam, hogy akkor mi ott kiadtuk magunkból mindent azon a világbajnokságon, hogy nem éreztem, hogy tudunk hova. És az Olival meg azt éreztem, hogy még van bennünk egy csomó, de hát így az idő engem igazolt ebből a szempontból. Hát igen. A jövő év. Kérdezték, hogy mennyi ideig tartott összeszoknod kamerára, és mondtad, hogy sem eddig, igen. Gyakorlatilag azonnal. Igen, azonnal, szóval azonnal ment a dolog, és akkor igen, így hát. Ugye a Nándi állított a Zolinak egy olyan kritériumot, hogy ha minden edzésen megveri a Rolandot, és jobb, akkor jöhet csak velem páros. És ugye a Zolinak ott volt, ott kattant egyet az agya egyébként, és onnantól kezdve úgyis maradt mostanáig, és neki tényleg az volt köszönhető, szóval én bátrálltam, hogy ott valamest azért így nagyban hozzájárultam, hogy a karrierét így visszahoztuk, mert azért ott nekik 2005-ben egy B döntőzött az 1004-es, ami akkor még sose volt, ugye, és előző meg olimpiai bajnokok lettek, és akkor egy elég nagy mélyrepülés volt, és őt szerintem ezt hozta vissza egyébként, hogy talált egy olyan fiatal embert, egy srácot, akibe bele tud hinni, és ez voltam én. No, hát megérkeztünk a csodálatos helyszínre, mégis ez? Egy kolostor. Egy romok. Egy régi kolostor. Is, hogy igen, hogy... Egyébként az a hiedelem meg, hogy Kinizsinek itt találtak meg a koponyáját egyébként. Aha. Na jó, akkor szerintem üljünk le ott a romok tövében, és beszéljünk a 2008-as romjairól a pályafutásodnak. No, hát vendégül látnak a tágas nappaliban. Nagyon köszönöm szépen. Kicsit. Milyen szép a világítás, igen, és köszi egyébként. Igen, szórt fény, minden, amit kér. Átjárja a természet, a levegő. Igen, és köszi egyébként őt, hogy a levegőt is kicsit így megtisztítottad volna. Egészen más a helyzet. Na, szóval, hogy romokról beszélgettünk, ugye már. Megmondom, szinte eléggé beleborzongtam abba, amit olvastam. Egy nyilatkozatodban, hogy úgy mentetek ki erre a pekingi olimpiára, hogy mindenki egyértelműen az egy és biztos aranyérem esélyes, gyakorlatilag páros, ugye a Kammerer Kucsera páros tekintette így 1000 méteren, és azt nyilatkoztat, hogy odafele első osztályon. Vissza fel a vécé mellé. Hát jellemző erre, itthon sajnos ebben a dologban. Volt túlzás, vagy ez a valóság? Nem, ez a valóság. Ez a valóság. De durva. Ez a valóság. Szóval, hogy úgy készülni egy olimpiára, hogy tudod, hogy nem lesz, hogy gáz van, uh-huh. és te próbálod jelezni, és senki nem. De mi volt a gáz? Hát az volt a gáz, hogy abban az évben volt az, hogy ugye Kati nénivel a lányok összevesztek. Uh-huh. Ugye a Nándival, ugye mi ketten voltunk ott felnőttek a Zoltán, meg volt egy junior csapata, a junior válogatott szinte on tőlünk jött, rakta ki az, és abban is foglalkoznia kellett, velünk is foglalkoznia kellett, majd megjelentek a lányok, uh-huh. és ez mind a tudtunk nélkül. Egyszer csak így begorultak Szegedre, hogy megjöttek, és hogy hát a Nándinál fogunk edzni, mondom, tessék. És akkor belekerültünk egy olyan örvénybe, hogy
lányok kezdték a az edzés, lekezdett, a Natasa késett, akkor csúszott minden. Mi voltunk középen, és a junior csapat. És az a bizalom, illetve az a kialakult edzés tematika, ami volt, hogy edzés előtt megbeszéljük, mit edzünk, edzés végén átbeszéljük, hogy mit érzünk, az eltűnt. Szóval tulajdonképpen megzavarták az olimpiai felkészülést. Meg, abszolút, és igen, és itt aztán én itt igen, hangot is adtam, de ez már így úgy mondom a múlt, és nem akarok már így neveket meg ilyeneket berakni. Azt gondolom, hogy ott igenis oda kellett volna állni egy szövetségi kapitánynak, és azt mondani, hogy elég, ne tovább, vagy átvenni azt a csapatot is, nem minket. Illetve mindenki annyira meg volt győződve, hogy mi olimpiát fogunk nyerni, hogy ez így el volt könyvelve. Itt aztán nincs teher, szóval nem megyünk, hogy most teher alatt, nem az miatt. Én imádok teher alatt versenyezni, és kihívások, én csak így működöm, ha nincs teher, akkor nem megy. Akkor úgyhogy, nem is érdekel, szóval hogy így lehet, hogy ez az egész életem ezért egy küzdelem talán, mert hogy állandóan... Hát te mondtad ki, valóban, elég komoly küzdelmes. Állandóan küzdenem kell. Hétköznapokon vagy. Bár most már azért már így 40 évesen már úgy vagyok, hogy már nem szeretnék ennyit küzdeni. És ugye kimentünk. Zoli vitte a zászlót, és onnantól kezdve az egész történet így felborult, hogy kimentünk 3 héttel a futamunk előtt, és bent ültünk egy szállodába 3 hétig, és nem tudtál edzeni. És akkor ne pálvázzam, miért akarsz pálvázzam? Nem pálvázzam, hanem szeretnénk, hogy hol vagyok, egy olimpián vagyok, vagy érezzem. És nem 3 hétig egy szállodában szeretnék ülni, és akkor kimegyünk edzeni, de tudod, előttünk az evezősök vannak a pályán. Van, hát persze. Hogy evezzél? És hát akkor ott is volt. Ott, az olimpiai ott. Során, de megfelelően. Igen, akkor ott nagy összeveszések voltak, kirúgások történtek, szóval hogy így erről nagyon sok mindenki nem tud. De kirúgott kikit? Hát minket lettünk rúgva az Olival ott olimpián. Előtt két nappal a futammal. Nándi. Az edzőt, a kirúgott? Igen. Hát tényleg jobb gól végül, szóval, így két szóval, igen, hogy összevesztünk azon, hogy a lányokkal foglal, nem tudom, és akkor jó, elegem van, úgyis rám fogjátok húzni, kiadjátok rúva innen, és akkor ott hagyott minket, és akkor el. És akkor ilyen hangulatban így készültél. Szóval utolsó két napra már gyakorlatilag edző nélkül hát, vagy majd... Jó, de ez egy napig nem álltunk szóba, és akkor, de hát akkor is nem így kell persze. Egy olimpiára szerintem menni, de még ez sem zavart, mert annyira tudatosan tudtam, hogy én mit akarok, csak utána akkor láttam, amikor mentük a pályát, az előfutamot, hogy itt valami nem, már az előfutamban lehetett érezni, hogy valami nem stimmel. De fizikailag hiányzott valami? Hiányzott az utolsó 3 hét a felkészülésből. Aha. Az időzítés, a forma. Aha. Szóval, hogy 3 hétig nem csinálsz semmit, te érzed, hogy Isten, tele vagy erővel, de hogy lehet, hogy ami látszik, hogy lehet, hogy nem tudtad ezért jól beosztani az energiát, az idődet. Vagy... Hiszen ugye ez látszott pont az összes döntőben, hogy összeült, mint az őrült mentetek, igen, és aztán igen. Elfogytatok. Igen. Na jó, hát ez tényleg emlékszem, én is iszonyatosan drukkoltam nektek, itthon voltam akkor, és pokol volt ezt látni mind a két. Hát nagyon, ezt átérezni. Igen. Nekem egy 8 év kellett, 10 év kellett, még visszanézem ezt az olimpiai döntőt, én nem tudtam, és nekem onnantól kezdve indult ez a kávária, ez a hullám, vagy ez a lefele, szóval én aztán annyira... Aztán kivaradt London, ugye azt mondtad, hogy akkor nem is voltál igazán formában, azt most nem igen? Nem, igen, de azt se bolygassuk, hogy mi történt, szóval, hogy én... Azt hiszem, egy dolgot emelj ki, hogy mi történt ott, de mi történt ott? Hát ugye volt egy négyesünk, aki előző évben kvótát szerzett, egy olyan 1004-es mezőnyben, ahol másfél másodpercen belül beért a 8-9 egység. Fuh. Szóval egy olyan brutális mezőny volt, és mi abba kvótát szereztünk a négyessel. Ez a négyes, ezt következőben nem engedték kiindulni bizonyos válogatási elvek, amiket nem is értettem, hogy ha te nem testet párosban, akkor te nem mehetsz négyes, szóval ilyen soha büdös életben nem volt. Régen az volt, hogy ki akar menni négyest együtt, összeállt és mentek. És ez aztán Zoli kiült a négyesből, átült egy másik négyesben, és onnantól kezdve tudjuk, hogy mi történt. Úgyhogy igen, úgyhogy így néztem, hogy két olimpiáról is srutty, amelyeken voltam, az nem jött össze, és még van két elolimpiai aranyérmes, szóval egy tök jó elolimpiákat végignyertem. Csodálatos. Igen. Sajnos az nem annyira jegyzik. Az nem. Igen. És aztán ugye jött egy következő olimpiai ciklus, gyakorlatilag mondhatni szakmai újrakezdés, és volt egy egyébként baromi izgalmasnak ígérkező időszak, ugye egy nagyon kemény Kati néni keze alatt. Igen, ugye? Igen. Én nagyon élveztem azt az időszakot, igen. Csak akkor már én már ez a nem tudtam, hogy én már mit akarok. Uh-huh. Akarom is, nem is akarom. Még ragaszkodtam, a párosba hittem, de Zoli már ugye nem hitt úgy bennem, ami azt gondolom, hogy akkor így jogos is volt.
Aztán én tényleg így kerestem önmagam, meg azt sem tudom, mit akarok. Uh-huh. Szóval akkor ilyen katyfasz volt, kávária volt az egész történet. Igen, az volt. Annak az a bizonyos sztorinak? Az volt. Egy mondatot ér meg a dolog, nem akarok elkérni. Figyelj, egyet, mert ugye mindig fölkapja, mert ezen már nincsen, ez egy lerágott csont, azt gondolom, igen, ennek köszönhetően, hogy tényleg ilyen. Azt gondoltam, hogy ez egy jó menekülési út talán erre. És most a kokaina gondolom. Ide, igen, és hogy az egy jó út volt. Nem volt. Nyilván tudom, hogy nem volt jó itt, ugye az persze. Egész pályafutásomat így tönkretette meg. És akkor innentől kezdve jött ez a megbélyegzés. Ez igen, a... de azt nem érzed igazságtalanságban, hogy nem te voltál az egyetlen, aki például pont éppen kokaina nyakon csíptek. Volt két korábban, fél évvel korábban két másik kajakos. Volt, akkor sajnos nagyon elterjedt ez, és mint ami a mostani világban is megy, hogy tényleg, hogy kb. Hogy egyszerűen mindenhol beleütközöl. Szóval ez egy eszméletlen nagy probléma, és talán ezért is hoztam ezt a tábort, hogy erről is egy kicsit tudjunk prevenciós jelleget, hogy kicsit beszélgetni a gyerekekkel. Szóval, szoktam. Szóba kerül az, hogy gyerekek és kábítószer és tudatmódosítók és prevenciós ilyesmi. Beszélgetésekre. Például Mosonmagyaróban voltunk egy pár hónapja, 400 gyereknek tartottunk előadást. Szóval, hogy én szoktam. Te tartasz előadást arról, hogy hogyan... Én miért jutottam, vagy miért csináltam, és hogy miért nem jó. Igen. Azt gondolom, hogy ez fontos, szóval, hogy rólam ilyen nagyon-nagyon ilyen sztereotípi, majd a bulis, a nőcsebbel, szóval nem, ez egy hülyeség, szóval így rám rakták ezt a bélyeget, ezt a billogot, megbélyegeztek ebben, nyilván én is tehettem, megcsináltam akkor, de én azt gondolom, hogy tudod, hogy egy sikeres embernél nagyon sok irigyembere van, és mint hogy te is tudod, a sportban azért nagyon sokan így tudod, terjesztenek ezt, azt terjesztenek azt, aztán most meg már a mai világban most már elég csak egy oldal is valamit leírnak, és már útnak indul a lavina, és hát nem igen, tudod megfogni a magyar újságírást. Kontrollálhatatlan a bulvár újságírás. Meg a social media, de a bulvár az különösképpen szóval az nem, és akkor ez így rám dolt, pedig én nagyon sok helyen próbálkoztam abban, hogy tényleg, hogy én az a típus vagyok, sajnos ez a rosszabbik típus, aki van, aki tudod, saját más hibáiból tanul, valaki meg a saját bőrén. Szóval én a saját bőrön tapasztaltam meg. Elkövettél egy párat. De ezt tudom, hogy az viselt meg igazából a legjobban, legalábbis akkor erről beszélgettünk sokat, sőt már ebben a műsorban is egyszer erről beszélgettünk, hogy szerettél volna ugye visszatérni, volt benned erre szándék, igen. És ugye volt először a 4 éves eltiltás, aztán a 2, de ott meg hiába a 2, mert nem igazán lehetett edzés, igen, én olyan eltiltást kaptam, hogy nem mehettem egyesület közelében, nem mehettem edző közelében, nem mehettem versenyző közelében. Tehát tulajdonképpen elvágták a visszatérés lehetőségét. Igen, ilyen eltiltás. Miközben volt olyan miközben mások sportoló, meg, aki igen, meg pár meg hónapon belül újra sportolt. Felkarolták és vitték őket. Szóval, hogy, és ma bajnok. Igen, ezen is sokáig így fölkelt. De aztán így feldolgoztam ezeket a dolgokat, illetve tudod, mit csinálnék másképp, szóval ezek olyan furú, hogy nyilván ezeket a dolgokat nem csinálnám meg, csak hogy ahhoz képest, hogy ide eljutottam ebből az élettapasztalattal, ahhoz, hogy én ilyen kiforrott személyiség legyek, ezek nekem kellettek. Szóval sajnos hát nem így, nem ilyen, de én azt gondolom, hogy nagyot fizettem, viszont ezáltal itt van például ez a dolog, amit csinálok, hogy 3 évet csinálom ezt a tábort a semmiből, és jó, és ebbe találtam meg azt, hogy a gyerekeknek átadni valamit, átadni egy olyan közösséget, amiről már így beszéltem, meg átadni az én élettapasztalatomat. Én nagyon sokáig próbáltam, hogy esetleg a kajakkenunk belül prevenciós dolgokat, beszélgetéseket elmenni gyerekeknek, mert... Tehát a sportágon belül? Sportágon belül, mert hogy én aztán tényleg olyan élettapasztalattal rendelkezek, és annyi mindenen átmentem, fönt, lent, mélypont, jött a celebség, jött ez, amik ezt a szót én tényleg annyira nem szeretem, de hogy akkor hívjuk így, mert mindenki így hívja. Ezeken átmentem, szóval, hogy annyi mindent át tudok adni, és ezzel nem találtam meg a platformot, és itt a táborban ezt megtalálom. Nem volt rá fogadókészség? Nem volt rá, abszolút nem volt rá egyébként így fogadókészség. Annyi közöm van egyébként a kajakkenúhoz, hogy van a Opovszki Petya, egy határon túli magyar kisrác, és engem a Nyilas Micsi ösztöndíj, ez a jobb adni, Máltai Szerzőnk felkért engem, hogy ilyen határon túli
hátrányos helyzetű magyarok. De most a hátrányos helyzetű érzed azt, hogy a Peti egy leukémiás kisrác volt, aki leküzdötte a leukémiát, legyőzte, és válogatott kajakos sportoló lett nyilván szerb színekben, de hogy most például sikerült elintézni, hogy most már áthoztam Szegedre, itt van, és nekem ennyi közöm van a kajakkenúhoz, és ő eszméletlen sok erőt, ő nem is gondolná egyébként, hogy nagyon sok erőt ad nekem ő, hogy ő, neki én vagyok a példaképe, de hát ez pont fordítva igaz, hogy egy ilyen srác, akiben ilyen életerő van, hogy fittet hányra, igen, és megy, és csinálja, úgyhogy ennyi így kapcsolatom van a kajakkenúval, de azt gondolom, hogy a gyerekek terén így megtaláltam az önmagamat, szóval lehetik így a szószóló, vagy szócső lehetek így a gyerekek még erről a témára szeretnélek fogadni egy kicsit, hogy még gyere, keresünk egy másik romos részt. Másik romos, másik nappaliba, egy másik nappaliba menjünk át, és akkor még ott van egy pár dolog, amit még muszáj átbeszélnünk már, csak hogy kicsit tisztuljon ez a képelet kapcsolatban. Jó. Ismerem a szüleidet, találkoztam velük igen, egy párszor, igen. Csodálatos emberek. Hány éve élnek boldog házasságban? Hát most nem akarok hülyeséget mondani, mert ezt sose tudom, de hogy most már inkább a 40. Azt a mindenit. Úgyhogy így egyébként így csodálom őket nézni, hogy így néha azért vannak konfliktusok, de hogy ők úgy összezárnak olyankor. Na jó, de figyelj, és ez nem lett volna neked kellően jó példa, hogy ezt az utat járt? De. Bocsánat, egy kicsit számtalan vagyok, de mégis. Nyilván de. Nyilván de. Mert ugye az ember azt szoktam mondani, hogy vagy azért csinálja úgy, mint a szülei, vagy pont azért nem. Ez szokott lenni a két út, de hát ez egy, a te életedben ez egy jó dolog lehetne. Hát igen. Ez most nyilván ez egy ilyen nehéz erről nekem beszélni, meg azt gondolom, hogy én nem is nagyon szeretnék erről beszélni, szóval nekem így erről így megvan a véleményem erről, ami most meg kialakult, de én azt gondolom, hogy négy fal közé. Uh-huh. És én nem fogok ebben. Figyelj, és nő miatt kútba még sose akartál ugrani, ugye? Nem. Hogy itt az ideje? Nem tudom, hát... Nem mondom meg senkinek ezt az örömet. Jó, és mi a viszonyod van a nőkhöz? Egyáltalán, ha arról beszélünk, hogy a te életedben mit jelentettek a nők, már csak azért is, amit te ott fönhasználtál, jelzőt, hogy a nőcsábás, kuszcsinálunk, mit tudom én, hogy ez így... Jó, hát egy ultra helyes pasi vagy, ez teljesen... Most én azt gondolom, hogy sportolok... szokták mondani, egy ilyen alfahím, de utálom ezeket a rossz sztereotípiákat. Nyilván sportolóként, nyilván ez egy edzőtáborban, és nyilván, oké, történtek. Persze voltak csajozások, meg voltam fiatal én is, hát persze az ember... Emlékszünk, volt hát ebben. Ezeket a dolgokat, de két nő, három van az életemben, édesanyám, illetve hát a két lánygyermekem a szerelmeim, akik igen, Milla és Bella, akik ott vannak az életemben. Illetve hát mindenben azt hiszem, hogy valami okkal történik, szóval, hogy én itt az elmúlt években egy ilyen eszméletlen nagy változáson mentem keresztül, és szerencsére építő jellegű változáson mentem keresztül, hogy... Ez így belülről? Belülről. Mert szerintem sokkal jobb az, hogyha ez így az erre való igény belülről születik meg, és az ember felismerés, őt azt szokták mondani, már bocsánat, és ezt nem rád értem, de alapvetően még a szenvedélybetegeknél is azt mondják, hogy amíg nincs meg belülről a felismerés, az igény, hogy változni kell, addig nagyon nehéz kívülről bárkinek is segíteni. Igen, ezt saját magadnak kell felismerni, hogy gondban vagy nem jó úton mész. Mint ahogy el is mondtam, én mindent a saját bőrömön tapasztaltam meg, ezt is az, hogy nem jó úton járok. Illetve tudod, nem volt célom, nem volt úgymond életcél. Még ez hülyeség, mert ott vannak a gyerekei, nyilván csak nekem mindig kellett egy cél, egy kitűzött cél, amiért tudok küzdeni. És szerencsére akkor jött a tábor, jött az asztalos műhely, amit így a nullából így meg tudtam csinálni. És onnantól kezdve, hogy lettek úgymond célok, és tudtam, hogy változnom kell nagyon-nagyon sokat, elkezdtem változni. És egyre jobban visszakaptam azt a fiatal gyereket, aki én voltam tinédzser koromban, hogy tényleg most egy mínusz 12 kiló. Ezt akarom, hogy most ránézek az arcodra, és gyakorlatilag egy olyan 15 évvel ezelőtti kucseregában néz vissza. Édesanyám mondta pont, hogy annyira jó, hogy visszakaptam a régi fiamat, hogy tényleg ő mondja, a helyes pofi, és hogy ismét lehet nagyon-nagyon jókat beszélgetni velem, illetve hogy tényleg így visszataláltam önmagamra.
és hogy tényleg azok, hogy érzések, hogy mennyi érzelem meg érzés van bennem, hogy ezeket így fel tudom hozni, és nincsenek így bennem így totálisan elzárva. Nyilván ez az is kell, hogy felismerjem azt, hogy tényleg egy rossz úton, rossz társaság, nagyon-nagyon-nagyon sok embert lezártam az életemben, de ez csak így lehet, hogy az ember változni akar, hogy sajnos meg kell lépni ezeket a lépéseket, hogy mérlegelnem kellett, hogy ki az, aki nekem van szükségem, vagy kik azoknak, akikre nekik van rám szüksége, és leginkább azért, hogy nekik van rám szüksége, de nekem nincs szükségem rájuk, és lehúzzák az életemet, és visszatartanak. És akkor ezt nagyon-nagyon le kellett így redukálni. Illetve hát tényleg azt mondom, hogy engem így a tábor az, ami így tökre így megmentett. Jó, csak ugye hát közben kell azért egy viszonylag nagy, vagy kellett egy nagy döntés hoznod, ugye azért, amikor az ember három gyerekes apa, és hát most már látszik az, hogy te külön úton fogsz járni a párodtól, és az is lehet, hogy amikor az ember a döntést meghozza, akkor akár enyhítés a célja, és az a célja, hogy amit még meg lehet menteni, azt megmentse magából, a gyerekeivel való kapcsolatból. Én egy kicsit úgy érzem, hogy mintha valami ilyesmi történne most, nem? Hát nekem most igen, elsődleges a gyerekeim, szóval hogy tényleg, de hogy mindig is... Sikerül őket megóvni ettől, vagy sikerül a te kapcsolatodat velük töretlenül megtartani? Nekem a kapcsolatom velük az gondolom, hogy töretlen. Ilyen is volt. Szóval én tényleg azt gondolom, hogy ezt így ilyen ritka apa szerintem vagyok, és ezt így bátran is nem minden nagy képviség nélkül kijelentve, de hogy tényleg az, hogy rám lehet bízni 3-4 gyereket is, szóval, hogy amilyen kicsi, tök mindegy, én megoldom ezeket a dolgokat, és ezek nekem nem okoznak problémát. Jó, Isten, sír a gyerek, ja, Isten, mit csinálok? Jó, néha van az a pont, hogy na jó, most már elég legyen. De hogy én megoldom, és nekem ez egy tök jó program velük egyébként. Nyilván megvan ennek a szépsége, hátránya, és 3 gyerekkel elindulni, túrázni, ide menni, oda menni, de hogy én ezt imádom, és hát nyilván nem lennék hiteles, hogyha nem csinálnám ezt velük, akkor minek csinálom a tábort is. Szóval, hogy én ezt nekik is pont úgy próbálom átadni, hogy természet, állatok, állatszeretet, a természet, a család, ezeket így próbálom. Jó, most ez egy ilyen hangzik belőlem, kicsi. Hogy család, és most tényleg szétmentünk, de azt gondolom, hogy attól még mi lehetünk egy család, csak hát már más utakon. De a gyerekeknek próbálom azért ezt, hogy mit tudom én úgy család, hogy a testvérek egymással tudjanak számítani. Tudjátok oldani, hogy ők amennyire lehet ne sérüljenek ebben? Nézd, de amennyire tudjuk, szerintem megoldjuk, vagy próbáljuk. Hát azt látom, hogy te próbálod ezt bent tartani, de belül tartani. Igen. Én, és akkor csak beszéljünk rólam, és nem is akarok másról, meg másik félről beszélni. Én ezt próbálom ezt itt a 4 fal között tartani, illetve tényleg de azt is elfogadod, hogy a másik oldalon vannak olyan, hogy mondjam, sérelmek, vagy lehetnek olyan kifejezett, nem is tudom. Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban mindenkinek vannak sérelmei. Mind a két félnek vannak sérelmei. De én úgy tekintek rá, hogy ő a gyerekeim anyukája, és pont, és bármi történt, bármi volt, én azt nem fogom a kifele kiteregetni. Szerintem nem. Szerintem a kapcsolatunk azt szerintem többet ért ennél, hogy ennek így kellett volna lezárulnia. Abszolút nem ismerik nekem, azt gondolom, ezt az oldalamat, hogy én tényleg egy tök érzelmes csávó vagyok, egy nehezen lépek túl dolgokat, belül megrágom, és akkor utána még még egyszer megrágom, és akkor így kiköpöm. És ezt az oldalát kevesen, de itt jön vissza mindig a sport, aminek tök hálás vagyok, meg az a küzdeni tudás, az akaraterő, ami bennem van, hogy én nagyon-nagyon sokszor voltam padlón, most, amiben vagyok, azt nem kívánom senkinek se, de hogy ebből is megtaláltam a kiutat, és tényleg az, hogy tényleg nincs sem alkohol, sem drog, nincs az életemben jógázom minden reggel, 6-kor nyitom az edzőtermet, szóval, hogy van. És minden nap, szóval a 7-ből 7 nap az edzéssel telik, valamikor már 2-t edzek, és hát vannak terveim is, ugye így visszaszállni a hajóba, Master Szóbi. Ez komoly? Igen, szóval, hogy vannak, hogy látod, hogy valamit elvesz az élet, de valamit megad. Szóval, hogy ez így, és most ebben a nehéz helyzetben mit tudsz felismerni, amit igazán adott az élet?
hogy amit tulajdonképpen te terelgettél össze, mert nem biztos, hogy adott, csak te hát felismerted, hogy mit lehetne nagyszerű szüleimet, hogy ugye én náluk lakom most, és hogy tényleg az, hogy vissza... Eszembe időzom, 40 éves. 40 éves vagyok, babettal járok szülének, mert egyek királyba, nem tudom, hogy van pontosan, de egy kávé, igen, ez, hogy... De hogy vannak, igen, én azt gondolom, mindenkinek az életében vannak nehézségek. Én ezt sose tagadtam, én sosem ez a kifele más mutatók csávó voltam. Megismertem saját önmagamat még inkább, szóval nagyon-nagyon le kellett menjek így oda le. Örülök, hogy micsoda egy utazáson vagy túl, tulajdonképpen egy belső utazáson, igen, ha jól értem. Igen, és most már remélem, hogy ennek most már vége, ennek az utazásnak, vagy én most már le tudok szállni erről a hullámvasútról. És tényleg vannak terveim, eszméletlen sok tervem van. Itt Nagyvázsonyban is ugye a táboraimról, illetve egy nagy álmom Törökmező, ami szintén ott is egy tábor, illetve egy kalandpark üzemeltetése, létrehozása, csinálása. Szóval, hogy tel is vagyok ötletekkel, ami szerintem nagyon jó, és ezek visznek előre. És tényleg úgy fogom föl, mint egy versenyt, hogy célok vannak, és akkor ahhoz szépen eljutunk az edzéssel, mint mindennel. Hát óriási. Na figyelj, akkor azért ez az utazás, ez nem csak belül történik. Most, amikor mi beszélgetünk, egy nagyobb utazásra készülsz, egy érdekes kalandra. Úgyhogy ahhoz is sok előtt kívánok. Köszönöm, de az megint egy kicsit majd nyilván csak a benned lévő versenyszellemet fogja elsősorban megdolgozni. Viszont nagyon sok minden, azt gondolom, hogy itt marad ezen a környéken. Innen el se lehet mozítani majd Gázsonyból is a kucsitáborból. Szerintem nagyjából így látjátok, hogy lehet, hogy miért köszönöm, van itt. Köszönöm, hogy ilyen őszinte voltál velem. Örülök, hogy egy csomó mindent átbeszéltünk. Szerintem ideje már, hogy a médiában is megpróbáljunk egy picikét a valósághoz hűen beszélgetni. Jó dolgokról, lenne, személyekről is megmutatni lehetőség szerint azt, ami tényleg van. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Na hát ilyen a Csisztus Podcast. Remélem, hogy legközelebb is velem tartotok, követitek ezt a műsort. Aki még nem iratkozott fel, azt tegye. Mindenképpen érdemes, és hát természetesen újabb izgalmas részekkel érkezünk. Majd tartsatok velem. Sziasztok! A műsor támogatói a Victoria Varga, a Primus Labor, a Komplett Optika és a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója a notebookstore.hu.